láthatatlan legyek ennek a világnak. Ne éljek holnapnak, ne éljek mának, legyek láthatatlan ennek a világnak. Lásson az most ki, eddig nem láthatott. Lásson az is, kinek látása elfogyott. Nézzen rám a világ, de észre ne vehessen. Legyen a hold, legyen a nap az én rejtek helyem. Tarpay Zsófia, vele találkozom ma. Kányádi Sándor. Valaki jár a fák hegyén. Valaki jár a fák hegyén. Kigyújtja, s oltja csillagot. Csak az nem fél, kit a remény már végképp magára hagyott. Én félek, még reménykedem. Ez a megtartó irgalom, a gondviselő félelem kísért eddigi utamon. Valaki jár a fák hegyén. Vajon, amikor zuhanok, meggyújt-e akkor még az én tüzemnél egy új csillagot? Vagy engem is egyetlen egy sötétlő maggá összenyom, s nem villantja föl lelkemet egy megszülető csillagon? Valaki jár a fák hegyén. Mondják, Úr minden porszemen. Mondják, hogy maga a remény. Mondják, maga a félelem. Szokták mondani, hogy született tehetség, és rád ez nagyon érvényes. Nem csak remekül mondod a verseket, hanem írod is őket. Több mint 100 költeményt vetettél eddig papírra. Emlékszel arra, hogy mikor írtad az első verset? Én nagyjából olyan 5 éve kezdtem el írni, 4-5, és 10-11 évesen, és nem emlékszem így a legelsőre, viszont pont nemrég találtam meg egy ilyen kis barna noteszt, amiben így voltak így össze-vissza írkálva dolgok, ilyen kis tündérke, nem tudom micsoda, és ezeket így érdekes volt visszaolvasni. Illetve van egy vers, ami egy 3-4 évvel ezelőtti írásomból alakult, azt alakítottam. És ha visszaolvasod, akkor milyennek találod? Hát kritikus vagyok nagyon így a sajátommal. Nem tudom igazából, nem is tudom, milyen szemmel nézhetem így a saját verseimet, ezért szeretem, ha mások olvassák, és ők mondják el a véleményüket. Ki láthatja először a verseket? Legelőször én itt senkinek nem szerettem volna megmutatni, viszont aki kezdetektől olvassa a verseimet, a barátnőm, a legjobb barátnőm, ő az, akinek mindig is megmutattam, illetve később a szüleim, majd a barátom, ők azok, akik így első olvasatra szokták olvasni. Fontosak a visszajelzések? Egy idegen fül, vagy egy vélemény? Nagyon fontos a visszajelzés nekem, mert nyilván építő is, illetve nekem annyira jól esik. Tehát néha nehéz már befogadni azt a mértékű szeretetet, amit kapok az emberektől. Úgyhogy én nagyon szeretem, amikor mondanak bármit. Bármit mondjanak, csak mondjanak rá. Hogyan születik meg egy vers? Mikor, hogy könnyen, nehezen, igazából volt egy olyan időszakom, talán 2 is már, hogy így hónapokig semmi. És ez nagyon, nagyon tud gyötörni. Tehát borzasztóan. Érzed, hogy írnod kell Igen. valamit? Érzem, és így bosszant, hogy nem tudok, és hogy most nem. És van az az állapot, amikor egyszerűen nem. Vagy ha tudom is, hogy miről szeretnék, de még úgy nem jön valamiért. Általában én két véglet van, vagy egyből leülök, és végigírom, megírom, vagy feljegyzek valamit, és hónapokkal később előveszem akár, és akkor úgy tovább viszem. A hétköznapokból merítesz egy-egy gondolatot, vagy egy-egy szót, vagy esetleg egy-egy képet, amiből elindul egy versírás? Igen, igen. Én szerintem minden versenek megvan egy alap mondani valója. Mindenhol ott van valahol, amit szeretnék átadni az embereknek, de teljesen így a világból, amit látok, ami körülöttem van, mindig abból merítek. Vannak olyan verseid, amelyek nincsenek befejezve?
Vannak. Vannak olyan verseim, amik nincsenek befejezve, mert nem tudom, lehet, még belesznek egyszer, lehet, hogy nem, de van mindenféle. A templomkapuk nyitva vannak. Elszórt kavicsokból, gerendákból és felfutó borostyánokból épültek a templomok. Belül a csonkik égett gyertyák és álmos terítők. Fodrokba rándult képsargok támasztják. A templomkapuk nyitva vannak. És előttük egy kabzsi, egy öreg és egy szúnyog vár. Nézik a belső tereket, a szőnyegen a sok láb, az asztalnál felelgető papok és a gyerekek. Mint egy háló, amivel könyvekbe merítkezünk, mi is az oszlopok, az oszlopokkal süllyedünk. Nyikorog a küszöb és belép egy kalap, aztán egy levél és egy göndörödő alak. A nyikorgás mindig az énekhez érkezik, felépül benne és azzal létezik. A füvek között kiszűkültek a lepkék. Csönd van. Most csönd. A várak és a határok messze vannak. Itt a házak és a házakból hazát kotló tyúkok tapossák a papok visszhangját. Nyár van. Most nyár. Elnevetik magukat a papírhajók, ahogy lopakodnak az életkék kutakon. A sírokat elföldelik és a telekre felkészülnek, mert minden megvan írva. Beleszőtték a felhőkbe, hogy fehérek legyenek, és ha a templomudvarról nézzük őket, hasonlítsanak valakire. Sellő az. Most sellő. Most anyám. Most Isten. Megjelennek írásaid székelyföldi kulturális folyóiratokban, és a neved ott van Bartis Attila mellett és Markó Béla mellett. Hogyan érint ez téged, vagy hogyan élette ezt meg? A folyóiratokban mindig, amikor oda van írva a névjegyzékbe, akkor egy születési dátum és egy költő. És engem ez annyira haragudtam ezért, hogy odaírták, hogy költő, mert olyan emberekkel együtt vagyok abban, hogy engem nem nevezhetnek költőnek. És így nehéz volt eleinte, mindig szerintem nehéz egy kicsit ezt így befogadni, de nyilván örülök, meg hálás vagyok minden közlésért. Szoktál izgulni fellépések előtt? Igen, nagyon. Én nagyon izgulós vagyok, én remegek, van, hogy alig bírok felállni, és ez odáig elkísér, amíg ki nem állok oda. Hogyan gyűröd le ezt az izgalmat? Van erre valamilyen megoldás? Bevallom, mi művészek, mindenki szerintem, tisztelet a kivétel, nagyon izgul versmondás előtt. Én például mindig olyanokra gondolok, hogy mi van, ha pont abban a pillanatban nem jut eszembe a következő sor, a következő versszak. Mi van, ha semmi nem jut eszembe? Igen, ez nagyon ismerős. Nekem, ami beszokott válni, az ima. De tényleg, tehát én ott végig imádkozom, amíg izgulok, és akkor az úgy nem is megnyugtat, mert borzasztóan izgulok, viszont valamiért úgy érzem, hogy akkor van, ami engem odalök. Péntek volt. Nem sokkal az ünnepek előtt. Délután mentünk volna be hozzá, de reggel felhívták anyát a kórházból. A visszaszámlálásnak vége. Az asztronauta felszállt. Idén lenne 18 éves. Már hazahozott volna néhány barátnőt, párszor elkéri a kocsit, és egyszer egy kocsmában én védtem volna meg. És a szomszéd fiú, aki augusztusban költözött ide, mert most lett nagykorú, ez az első albérlete, sosem fogja érteni, mit akarok tőle. Miért néztem rá úgy a postaládáknál? Miért fogtam vele olyan gyengén kezet? Miért úrtam bele a hajába? Miért csöngettem be kötszerekkel, mikor hallottam, hogy eltört egy poharat? Valószínűleg melegnek gondol, vagy pszichopatának. Pedig csak ugyanabban az évben született. Pedig csak túlságosan hasonlít az öcsémre. A Nemzeti Versenynek aranydíjasa lettél. Milyen volt a mezőny? Mesélj. Második helyezést ért el Tarpai Zsófia. Nagyon életem egyik legmeghatározóbb élménye szerintem ez a verseny, mert
Nagyon hosszú volt az az időszak, amit ez felölelt, illetve nem volt korosztályi megkötés. Tehát ott látni azt, hogy egy ilyen kisgyerektől megkezdve idősebb embereken át mindenki verset mond, és jön, és kiáll, és szereti, ez csodálatos volt. Meg hát maga a helyszín, a Nemzeti Színház, az engem annyira elvarázsolt, hogy igen, nagyon jó élmény volt. Megsirattattad a zsűrit és a nézőket. Nekem ez volt talán a legnehezebb feldolgozom, mert én kijöttem ott a verseny után, és így jöttek hozzám az anyukák, meg az emberek így sírva, és akkor kezet csókoltak, és nekem ez egy olyan katartikus élmény volt, hogy én így néztem, és teljesen le voltam döbbenve. Bevallom neked, hogy én felvételen láttam, és még úgy is hatott. Ennek örülök, mert nem egy könnyű vers az, amit én oda vittem, és igazából ennek szerintem ez az egyik, tehát hogy hatnia kell. És hat, akkor jó. Vigyázzon nagyon erre a tehetségre, ami magában van, meg szóljon mindenkinek, aki maga körül van, hogy vigyázzon szintén erre a tehetségre, ami magában van, mert ez egészen azt hiszem, hogy különleges és egyedi. És valami olyasmi van, hogy minden férfi az olyan érzékeny, kedves, kívül-belül szép és intelligens nőt szeretne a fiának feleségül, mint amilyen maga. Én így vagyok ezzel mostantól. Úgyhogy minden jót kívánok önnek, és sok-sok sikert. Köszönöm szépen. Csak azt akarom mondani, hogy mi az, amikor megtörténik egy mű. Nem ő sír, hanem én sírok itt. Akkor történik meg igazából a színpadon is az előadás. Amikor nem a művész sajnáltatja ott magát fönn a színpadon, hanem itt bennünk történik meg ez a csoda, ez a valami, amiért érdemes csinálni. Rengeteg versenyen részt veszel. Fontosak a visszajelzések? Igen, fontosak, mert tanulok ezekből. Tehát tényleg, hogy ez lehet, hogy sablonnak hangzik, hogy a kritika az épít, meg megerősít, de ez tényleg így van. Tehát, hogy az ott felépül benned, és akkor a következőre, mert úgy mész, hogy az ott van mögötted. Minden, amit már voltál, amit már elmondtak neked. Úgyhogy abszolút fontos. Igen, sokkal könnyebb tovább lépni a sikerélményből, mint a kudarc élményből. De nem csak verseket mondasz, hanem versfilmeket is készítesz. Ez egy megint egészen más kategória. Megtalálni a helyszínt, kitalálni a kelléket, képekben gondolkodni. Van ebbe segítséged? Igen, van. Ez, mert nem is tudom, hogy indult évekkel ezelőtt, hogy ez így beugrott, hogy jókor készíteni kellene ilyeneket. És Szűcs Ádám az, aki egy zseniális ember, és most ő Pesten tanul már egyébként, azt hiszem rendezői szakon. És ő végzi így az operatőri munkát minden ilyen klippemnél. Tehát nekem ő a támaszom. És hogyan indul a kitalálása? A versből indul ki, és én mindig gondolkodom tehát itthoni, hazai helyszínek, ugye, és mi az, ami ismerős lehet az embereknek. De a vers soraiból indul ki, tehát képekben gondolkodom először, és akkor, ha nagyon elakadok, tehát ötletelünk mindig Ádámmal is, hogy így bedob ötleteket, benne van ez a rendezői operatőri véna, és akkor mindig mondja, hogy ez jó lenne, ez kapcsolódik, úgyhogy mindig így összeáll a végére. Miről se írni, se beszélni nem lehet. Nem szabad. A vers szerintem egy nagy rejtély. Minél tovább olvasod, annál több gondolatot megtalálsz, vagy másként értelmezed. Én nagyon nem szeretem, ha egy verset túlelemeznek, vagy így nagyon megmondják, hogy ez miről szól. Viszont én nagyon szeretek beszélni, és ez a versenyekre való felkészülésnél is mindig bejön, hogy én szoktam kérni embereket, hogy beszéljünk már a versről. Csak szabadon, hogy mondjál, mit gondol, ez a sor neki mit jelent. És a nemzeti versenyre is én a barátommal beszélgettünk az adott versről, amit vittem, és azt tudni kell, hogy ő egy nagyon matekos, tehát matek fizika, ami neki az iránya, de hogy tudtunk róla beszélni. És egy sorról ilyen fél órákat beszélgettünk, és az nagyon meghatározó. De hát akkor matekos, de mégse csak a rímeket számolja. A te versedet is mondták már el. Ilyenkor szoktál arra gondolni, hogy te egészen másként gondoltad, vagy másként értelmezted?
Nem, ilyenkor én könyvbelábat szemmel ülök, és hogy ja, köszönöm. Tehát, hogy mindig, az meg egy külön kategória, az meg egy olyan élmény, amikor így elmondják a verset, hogy azt fel kell dolgozni. Illetve volt olyan, hogy színművészet is felvételire kérték, hogy küldjek, hogy a repertoárjukba válogassanak a verseimből. Az előbb arról beszélgettünk, hogy a saját verseidet nehezebben mondod. Miért szerinted? Nem tudom, van bennem egy ilyen kis óckodás, hogy a saját versemet azt hogy mondjam el, azt ne én mondjam el. De nem tudom, hogy ez minden költőnél, a költőknél így van-e, vagy akik írnak. Egy felhívásra a Pártium folyóiratnál megnyerted az első helyet. Ez hogyan érintett téged? Zsebeled a díjakat. Engem nagyon váratlanul érintett, mert pedig akkor szeretném behozni Finta Iva néni az, aki engem így terelget, és így felkarolt, és talán már egy éve, hogy így tartjuk a kapcsolatot, és ő volt az, aki felhívta rá a figyelmemet, hogy van egy ilyen pályázat egy nappal előtte, és akkor tényleg úgy küldtem oda a verset, hogy nem lesz jó, nem kell ez a vers, nem jó, de elküldtem, kettő verset kellett nevezni, és akkor kaptam pár hét múlva az e-mailt, hogy hát díjazták a verset, és így nagyon meglepődtem. Ez a Cserépkád című vers. Igen, igen. Hogyan született a Cserépkád? Én Jánosiban élek, Templom utcán, és van két eperfa, ami nyáron virágzik. Mögötte van egy játszótér, és az régen nem volt ott, és egy ilyen kis kőpad, kőlóca, nem tudom pontosan, és gondolkodtam. Mindig ott, tehát elmegyek ott sokszor, és arról nekem eszembe jutott, az a kép, hogy ha nekem itt kellene leélni az életemet, a két eperfa között, akkor az milyen lenne? Vagy akkor én mi lennék, ha én ott élnék? És akkor azt hazafelé menet szerintem elkezdtem megírni, igen. Cserépkád. Aki szegény, az a nádakba öltözik. Egy utcát ismer az egész világon, és nem szereti az éjszakát. Elvágyódni tud csak, és a tengereket soha meg nem ismerni. Aki szegény, az tudja, hogy Jézusra várni a templomokban nem lehet, csak a két eperfa között virrasztva. Megőrzi a katicákat a tenyerén, és nem rúg bele az élettelen kövekbe sem, mert tudja, hogy azok is fáznak. Aki szegény, az beszéli a holt nyelveket, és integet az első gólyának, aki hazaérkezik. Örül a fehér égnek. Cseréptörmelékekből épít magának kádat, hogy mikor a haja közé beékelődött sár ellepi, tudjon megmosakodni. Ismeri a lassúságot, és szereti, ha feloldozza őt a nap. Nem feszít szelet a tájnak, hagyja, hogy mindenféle felhők ráboruljanak. Aki szegény, az tudja, hogy még él, reszketni fog. És ismeri a törvényt, hogy megmelegedni csak a gyermek szokott. Tizenhat éves vagy. Nem sokára lesz a 17. születésnapod. Szerinted miben különbözöl te egy mai 16 évestől? Hát nem tudom, őszintén nem tudom, ezt talán mások látják kívülről. Én, ahogy elképzellek téged, általában a 16 évesek úgy szeretnek belekóstolni az életbe, akkor indul a pasizás, a szórakozás, és én úgy képzellek el téged, hogy te ülsz a szobába, mint egy rendes kislány, tanulsz, verseket írsz. Nem szeretnék igazat adni, mert ez így szörnyen aztán, de van benne valami. Sokat tanulok, sokat készülök. Én nagyon szeretem, a pörgés van, ha van mit csinálnom, ha van feladatom, és ebben nagyon ki lehet merülni. De nyilván, hát én is próbálok így belekóstolgatni az életbe, de talán nem egész úgy, ahogy sokan. Csendesebben. Igen, csendesebben. Jelenleg a Nyíregyházi Katolikus Gimnáziumnak vagy a diákja. Milyen szakmák felé kacsingatsz? Színművészeti. Ezt így mindig beleremegek, hogy kimondom, mert mindig mondják, hogy valami rendes szakmát válasz. Mellette. Ez a hobbi is van. Úgyhogy színművészeti. Ez, amit megpróbálok, nem tudom. Igazából, hogy fog sikerülni, meglátjuk. Szülők mit szólnak hozzá? Hát nem nyilatkozom róla. Nem, egyébként támogatnak. Először nehezebb volt ezt így befogadni, ezt az információt, de támogatnak abszolút. Te egy vallásos családban nőttél fel, és a verseidben is megjelenik Isten többször. Fontos számodra Istennek a közelsége?
Igen, igen, nagyon fontos. Nekem több istenes versem van szerintem. Ilyen dolgok jutnak mindig eszembe, hogy beregszálsz, akkor a templom, a katolikus templom. Én rengeteget vagyok ott, kicsikorom óta járunk apáikkal, ugye család. És én nagyon szeretem azt a hangulatot, ahol belépsz, és akkor ott a kápolna, ott is sok verset írok onnan, vagy onnan kifelé jövet, úgy mondom. És a karácsonyban mit szeretsz a legjobban? A karácsony az mindig az a várakozás, amikor várod, hogy eljöjjön, és ha eljön, az nagyon hamar véget ér. És én szeretem, hogy lehet belőle vinni mindig valamit. És akkor onnantól kezdve, hogy más az év, mert volt karácsony, és akkor milyen jó volt, és akkor beszélünk róla. Hogy hogyan szoktátok a családdal ünnepelni a karácsonyt? Van 4 húgod. Igen. Hát mozgalmas a karácsony, mint minden nálunk, mert ugye ők is még kicsik, nekik is mást jelent még a karácsony, mint mondjuk nekem vagy anyáiknak, de együtt, ilyenkor mindig együtt van a család, aki tud, az hazajön, és hát szerintem ami mindenkinél, az éjféli misék, azok mindig nagyon fontosak. Éjféli mise után. A vakolat teszi és a mennyezet, meg a 14 borús kép. Öreg a templom, beissza a város. Falairól málik a sok szó, fény és megunt angyalok. Sarokból a fakereszt néz rám. Tudja, mire gondolok. Most már tudom, hogy színésznő szeretnél lenni. Hogyan képzeled el magad olyan 10 év múlva? Jaj. És hol képzeled el magad? Ez nagyon nehéz kérdés, nem tudom. Gyere, álmodozzunk egy kicsit. Álmodozzunk. Én nagyon félek mindig így tervezni, de szoktam sajnos, belesek abba a hibába. Én nagyon szeretném, ha elengedném ezt a görcsösebb énem, ezt a ragaszkodom ahhoz, amit eltervezek, és annak úgy kell lennie, és nehezen dolgozom fel, ha valami nem sikerül. Vannak még ilyen nők, Zsófi. Én nagyon szeretném így rábízni az életemet Istenre, és akár is én szeretném, ha terelgetne. És pár év múlva nem tudom, örülnék, ha felvennének az egyetemre, annak úgy nagyon örülnék. Szeretném, ha megmaradnának azok az emberek az életemben, akik most is, mert úgy érzem, hogy most vagyok abban, vagy hát leszek biztosan, de hogy ott, hogy olyan emberek vesznek körül, főleg akik tényleg már nagyon régóta részei az életemnek, és szerintem ez így marad. Fontosak számodra a barátok? Igen, nagyon fontosak. Nekem a legjobb barátnőm a Tarackközi Mimi. Ő vele már nem is tudom hány éve ismerjük egymást, és nincs sok barátom egyébként, tehát több az ilyen ismerős, meg akivel jóba vagyunk, de ő az, aki így a legjobb. Kívánom neked, hogy ezek az álmok teljesüljenek, és Isten mindig melletted legyen, és boldog karácsonyt! Boldog karácsonyt! Uraim, ne feledjék! Éljenek a nők!